go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm jó reggelt kívánok, köszöntelek benneteket itt a csatornámban. Ez egy szerdai nap. Voltunk a tyütyével sétálni, vettünk egy reggelit, ugyanis mindjárt egy órán belül indulunk anyuékhoz, mert le kell cserélni az én kocsimon a téli meg a nyári gumit, úgyhogy levisszük az autót, meg találkozunk a barátainkkal, aztán jövünk vissza, 3 napot ott leszünk, és ezt persze vlogolom nektek. Hölgyem, meg tudnál mondani, hogy mi ez a csatatér itt, ami itt látható? Mi ez a csatatér? Kérem szépen, kérem szépen. Hát a tyütyi így fog utazni. Így utazik a tyütykő, ne van csomagolva. Hideg van. Tyütyi, szia! Ott a zsárba. Ott a zserbó? Ott a zserbó fönt. Tyütyi fül. Szia! Megindulunk anyujékhoz, a tyütyi így utazik most. És most ilyen macera, mert el kellett vigyük a zongorát is, mert tanítani is fogok. És úgy döntöttem, hogy fogok oda venni egyet, mert így nem jó, hogy állandóan cipelem magammal. Mert akkor az úgy egyszerűbb, ott is van, meg itt is van. De nézzétek, ilyen cuki ez a papa! Won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power. Megérkeztünk anyáékhoz, anya főzött nekünk ilyen májgombócleves. Igen. Tehát visszük át a szerelőhöz a kocsit, mert az előbb már ott voltunk, csak elment ebédelni, úgyhogy addig mi is most ebédelünk. A kutyákok meg itt rohangálnak körülöttük. Itt rohangálnak ezek a szarjankok. Az édesanyám, az meg elment a fodrászhoz, úgyhogy most itt... Szépül az ági. Szépül az ági, úgyhogy most ketten maradtunk. Te veled mi van? És te veled? Tyütyi, felfogod, hogy te nem egy macska vagy? Onnan leeshetsz bármikor. Gyere le! Anya megjött a fodrásztól, és hullámokat kapott. Alida, köszönjük a hullámokat anya hajába. Nagyon jó lett. Beköltöztem ide a kupis szobába, és itt tartottam az előbb egy énekórát. Igaz, tyütyi? És majd itt volt az ügyfelekkel is. Amúgy, mikor picike voltam, akkor ez volt az én szobám, a gyerek szobám. De hát most ez egy raktár, tehát hogy így minden így ide be van helyezve. Nem használják semmire ezt a szobát igazából, hogy itt fogok most dolgozgatni a ruhaszárító kötél mellett, mert az én vlogom nem lehet száradó ruhák nélkül, ezt tudjátok, drágáim, tudjátok. Hello! Már nagyon késő este van, és képzeljétek el, hogy eddig dolgozgattam egy kicsit, egy olyan pár órát, amíg ők kutyát voltak sétáltatni. Vágtam a heti vlogot, amit ti már régesség látni fogtok, mire ez a vlog fölkerül. Valami beszart a netemmel, nem tudom, hogy micsoda, de az égnek nem akarta feltölteni a YouTube-ra. Én most is itt szórakozok vele, még 53%-nál van, és én akkor mindig szarul érzem magam, mert megkértem, hogy este 10-re kiteszem, és most 11 óra, és sehol nem tart a feltöltés. Nem tudom, mi van az internettel, szóval bocsi, holnap tali! Csütörtöki napot kívánok nektek. Most ilyen 9 óra van, már voltunk kint az udvaron a kutyákkal, hogy még voltak reggel valami vérvételen a férjével, úgyhogy mi most kávét fogunk főzni, és reggelizni fogunk. That I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Szereti, tetszik neked ez a könyv? Nekem nagyon, mindenkinek ajánlom. Ugye? És milyen következtetéseket vontál le ebből a könyvből? Hát nagyon sok jó. Nem szeretnék elárulni a kulisszatitkokat. Kedves Barna, kérem, válaszolj a kérdésre.
De jó, nem? Tényleg. Nagyon jó, tényleg. És az alatt. Ebből van egyébként az eredeti verzió, ami akkor, mint a Biblia, és olyan nyelvezetű is, az nehéz. Viszont ez a könnyebb verziója, ez nagyon jó. És anyunak is megvettem, úgyhogy most a Barna az anyuét olvassa. Vakuzik? Nem is tűnt fel. Így most már jobb vaku nélkül? Nagyon jó. Jó. Te meg, Szarjankó? Már vissza is feküdtél ide? Ezen a kanapén aludtunk, hát ő így itt a párnámon, a Barna ott, én meg ott valahol középen. Köszönjük, Emese. Kávé készítés következik. Croissant. Csinálni kell kávét. Ja, meg kell keresni, majd mi hol van. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Kell egyet sétálni a reggeli után, ledolgozzuk a reggelit, amit ti nem is ettetek még. Olyan büdi a tyutyi, pénteken fürdés van, pénteken hazamegyünk és meg fogjuk fürdetni a tök magot. Te tudod ezt? Hogy meg leszel fürdetve? Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Próbáltuk a Korinak feladni a gyógyszerét, de természetesen megint hiszti volt. A májgaluska levesből 4 darab ekkora galuskát áldoztam fel azért, hogy az a gyógyszer lemenjen a torkán. Mire
sikerült bevennie. Most mind a kettő kunyera itt áll, ugyanis anya főszük. Anya haját hátulról veszük a Alidának. Alida az anyának a fodásza. Alida, ha nézed a videót, imádlak, puszi. Ezer éve nem láttalak, remélem egyszer találkozunk. Szóval kitérőnek vége. Mit főzöl, Ágnes? Harcsapaprikás túrós csúszával. Harcsapaprikás túrós csúszával. Én imádom a túrós csúszát. Ez nagyon jól néz ki. Nagyon frankó. Itt mi zajlik még itt gyöngyösen? Itt föl a víz a tétának, ugye? Kunyerálos banda itt van, nem? Érzik ezt a finom szalonna illatot. Igen. Igen. A videón nem lehet érezni. Pedig nagyon jó. Igen, tényleg nagyon jó illata van. Azt mondta a férjem, miközben nézi a blacklistet benne a nappaliba, hogy szeretne enni ebből a maradék májgombóc levesből, úgyhogy melegítek neki egy adagot. És szét az ebéd! Most úton vagyunk, az anyukocsijával megyünk, mert az enyém az még ott van a szervizbe, és megyünk Pécsváradra, mert ott laknak a barátaink, és meglátogatjuk őket. Barnus vezet. Tyutyi ott hátul. Tyutyi nem vezet. Tyutyi nem vezet. Tyutyinek anyu leragott egy ilyen valami fólia cuccot, mert majd ne kenje össze a dolgokat, úgyhogy úton vagyunk. A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Most este 5:30. Ott egy kutya, és volt most egy megbeszélésem, aztán utána most lesz még egy ügyfelemmel egy meetingem. Szerintem már csak itthon fogunk vacsizni, és nem csinálunk semmit. Holnap viszont reggeltől délig dolgozni fogok itt, és délbe egyből indulunk is már vissza Pestre, mert ott még egy csomó minden elintézni való lesz. Hát sziasztok, péntek van, és hát nem vlogoltam semmit a reggelről, mert egy rohanás volt az egész. Fölkeltünk reggel, és én egyből leültem a számítógép elé, meg a Szintihez, és dolgoztam, és most dél elmúlt, és most indultunk vissza Pestre. Kicserélték a téli gumikat a kocsiban, és kiderült, hogy egy csomó baja van az autónak, úgyhogy 2 hét múlva vissza fogunk jönni, és megcsinálják itt, mert egy csomó mindent észrevett rajta a szerelő, úgyhogy azt ki kell javítani. Hát, igazából nem is baj, mert akkor legalább a Holly megint jól fog érezni magát, hogy futkoshat az udvarom, és akkor az megint egy ilyen 3 napos túra lesz. Most viszont menjünk fel Pestre. Ugye mondtam nektek, hogy jön a dekoratőr hozzánk, és majd fogja csinálni a karácsonyi dekort a lakásba, meg a karácsonyfát, és ő a Barnának egy ismerőse, és még szerzett nekünk díszeket, amik még kelleni fognak a dekorációhoz, és azért megyünk, majd most is fölkapjuk. Aztán a tyüki testre megfürdetjük, ugyan ilyen programjaink lesznek máma, de máma, de majd mutatok mindenkinek. Szóval hazaértünk, rohanás megint, mert figyelme ma bezárod a helye, ahhoz fel lehet venni a csomagot. Ezért így most rohadtuk sikert lépni, az odaérünk, és mindent felpakoltunk a lakásba, de még mindig nem raktunk rendet, Gyuki meg haráléhes volt, úgyhogy jó meg kellett etetni. Eladtuk a csomit, de az egy dolog, de hogy azokkal persze, hogy bementünk a turiba, mert nyilván, ha ott laksz mellette, akkor bemész, és egy csomó mindent vettünk, majd megmutatom. Most pedig megyünk a dekorációért, amit félre raktak nekünk.
most már úton vagyunk hazafele, és ha hazaértünk, elkapjuk a kis szarházit, és belökjük a fürdőkádba. Nézzétek, amíg nem voltunk itthon, édesüssetek. Kinyílt a virág, ez is kinyílt. Micsoda szép vár minket itthon. De mit csináltál, amíg mi elmentünk az ekorért? És most fürdeni is fogsz? Fürdeni is fogsz? Ne haragudj, Tyutyi. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope. Definitely nope, a nope, nope. A nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. Na most, hogy egy ügyike megfürdött, megmutatom nektek, hogy miket tudunk. Ez egy gyönyörűség. Ez egy Ralph Lauren mellény, és tök új, és fú, nagyon szép, és ezt a barna találta magának. És nézzétek, milyen jó, ilyen kötött és vastag, és nagyon jó, és ezt egy ilyen ingre ráhúzni. Gyorsan ezeket mind be is rakom a mosógépbe. Aztán találtam én magamnak egy Asos pulcsit, ami ilyen óriási nagy és ilyen szakadt. Ezeket én nagyon szeretem, ami ilyen szőrös, vagy szakadt, vagy ilyen nagyon bő. És ezt gondoltam úgy, hogy aláhúzok egy fehér, vagy egy fekete inget, és akkor csizmával, mert ez ilyen jó hosszú. Aztán ez egy... Na, ez is tök új, úgy látom. Férfi garbó. Ezen is még a címke is rajta van. Ez egy harcsa paprikás. Ez egy harcsa paprikás, amit... 4005 plusz elvisz. Amit anyu csinált. Ez meg egy itthonka, kis kényelmes ilyen puha anyagból van. Az alvós gazdát. És egy csodaszép táskát találtam már megint. Már megint. És kézzétek el, hogy a táskák azok kilóra vannak. Jó, hogy nem csupa láncból van, mert akkor kicsit drága lenne. Kicsi lánc van benne, és lila színű, of course, de nagyon szép. Ezt nézzétek. Ó, de csillagos! Nem tudom, mennyire jön át a színe. És a pántja az meg ilyen sötét lilás, kékes. És... Szóval ez van, úgyhogy most berakunk egy rakásmosást. Tyutyi, szia! Te tök vizes vagy, megmutatod magad? Pedig megszárítottalak nagyjából, de már annyira unta, hogy abba kellett hagyni. Igaz? Amíg távol voltunk, jött még két doboz. Jött egy csomag, meg még egy csomag. Ez a csomag, ebbe a borítékok vannak szerintem. Meg nem tudom, majd kiderül. Nem, ebben nem a boríték van. Akkor ebbe lesz a boríték. Aha, és mindjárt megnézzük. Kft. Biatorvány. Szerintem ebbe lesz. Igen, mert hogy borítékokat azért rendeltem, mert ugye jövő héten elkészül a határidőnapló, a manifestációs határidőnapló, úgyhogy ha majd valaki szeretne rendelni, akkor fog tudni a weboldalamon, majd ide belinkelek minden, hogy kész lesz, de egyelőre még én se kaptam belőle még a darabot, de elvileg hamarosan kész. És igen, ebben vannak a borítékok. Ugyanis a borítékba fogjuk ugye föladni, ez ilyen pufi boríték, hogy ne sérüljön a külseje. Na de ez a csoda, kedves hölgyek, ez csodálatos, tényleg. Oda néz! Van az a tyúklábmintás rozi sportos overallom, és ez pedig egy burgundi színű. És csodálatos az szép! Nagyon jól néz ki. Szóval ez a másik. És van még egy ilyen színű. Egyébként az ő elérhetőségüket is majd ide
írom nektek. Annyira jó anyagúak ezek, és annyira tetszenek nekem. Ez pedig ilyen. És ezek ugye nagyon jól cuppannak, és nagyon kényelmesek, és én nagyon szeretek télen overallba lenni, és főleg így, hogyha van rajta egy ilyen bazinagy cipzár, azt még jobban szeretem, akkor könnyű levenni, és nem az van, tudjátok, vannak azok, amiket oldalt van, és akkor így össze-vissza kell kimászni belőle, szóval katasztrófa. Én is kaptam egy fejpántot ajándékba, de jó, de cukik. Nézzétek, és ez ilyen jó, puha, meleg, úgyhogy ez tök jól fog kérdezni ehhez az overallhoz. Ugye nézzétek meg a weblapjukat, mert nagyon jó cuccaik vannak. Én ezt a Rozzi-féle márkát szeretem a legjobban, vagy azt a kollekciót, mert van többféle ilyen fit más tervezőkkel, de hogy nekem a Rozzi tetszik a legjobban, szerintem ez nagyon jól néz ki. Úgyhogy csekkoljátok a weblapot nyugodtan. Közben én ezt itt visszapakolom, aztán majd elpakolunk, de egyelőre meg kell mutassam a tyutyit nektek, hogy annyira fázik, mert nem hagyta, hogy még tovább szárítsam, hogy be van bugyolálva most. Így az apukájának a kezébe be van bugyolálva a kis pókjócsába, és a baba. Jó Istenem, fázik. Hát most már este hány óra van? 8. Megfürödtünk, fölraktam a kis magiszteres maszkomat, most jó vastagon, hogy jól szívja be, mert ez ilyen nagyon vitaminbomba. Még a szempillemről is jutott, úgy látom. Aha. Tyutyikém azóta is fekszik a fotelbe, megmutatom. Ott. A gyermek. Úgyhogy én most el is köszönök tőletek, mert most még neki állok megvágni egy videót, amit majd ezelőtt fogtok látni. Van egy-két dolog, amit el kell intéznem, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebben a utazós vlogban. Nyomjátok egy lájkot, hogyha tetszett nektek ez a videó, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. És ebben a fehér szellemmaszkban búcsúzom tőletek, úgyhogy ha tetszett a videó, kommenteljetek egy szellem emojit. Sziasztok!